kívánok, szeretettel köszöntöm a telesuli nézőit. Fizikáról lesz szó, én Kolozsváron tanítok fizikát a Bátoriban, és a mai órára mechanikát választottam, méghozzá feladat megoldást. Hát az első lépésünk mielőtt ennek neki kezdenék, mondjam el nektek, hogy milyen jó tanácsom van számotokra, a legés legfontosabb, hogy nagyon alaposan sajátítsátok el az elméletet, alapfogalmakat, mértékegységeket, összefüggéseket. Mivel az alapok nagyon fontosak, hát először ilyen egyes típusú feladatokat választottam, tudjátok, hogy van egyes tétel, kettes és hármas, és az egyesből választottam, mert soha nem tudja az ember, elég jól az elméletet. Nézzük meg, a legegyszerűbbtől indulunk és megyünk a nehezebbikig. Első feladatunk. Nulla nagyságú eredő erővel rendelkező, több erőből álló rendszer hat egy emtömegű testre. Jó, elolvassuk és alig értjük, hát átfogalmazzuk magunknak. Egy testre több erő hat, és az erők eredője a nullvektor. vektor. Na lássuk, a test mozgásáról mit tudunk mondani? Hát, tiszta és világos, hogy Ebben az esetben a sebességvektor állandó. Hogyan gondolkoztunk? Vagy a tehetetlenség elve alapján válaszoltunk, hogyha az erők eredője nulla, akkor a mozgásállapot nem változik. Vagy a dinamika alaptörvényét alkalmaztuk, nulla eredőerő, nulla gyorsulás, nulla sebességváltozás és állandó sebesség. Hát ez ilyen egyszerű. Egy másik egyszerű feladat. 3 kg tömegű vízszintes felületen található testre, függőlegesen lefele hatunk egy 10 N nagyságú erővel. A feladat azt kéri, hogy a test részéről mekkora erő hat a felületre. Mire kell azonnal gondolnunk? Hát arra, hogy a hatás ellenhatás alapján a test részéről ható erő, felületre ható erő, ugyanakkora, de ellentétes irányítású, mint az az erő, amivel a felület Nyomja a testet. Tehát itt gyakorlatilag két vektorunk lenne, n meg n jelzett, így jelöltem. n jelzett a felületre gyakorolt nyomóerő, és n lenne az, amit a felület gyakorol a testre. Tőlünk melyiket kérték? Hát tőlünk ezt az n jelzettet, de világos, hogy az n-et kell kiszámolnunk, mert azt tudjuk felrajzoljuk szépen a nem tömegű testre ható erőket. kihat rá? Hát a súlya, mert a Földön vagyunk, a az F erő, amit a feladat mondott, merőleges erő, és ennek a kettőnek az eredőjét fogja kiegyensúlyozni, az N felületre merőleges visszaható erő. Egy harmadik egyszerű feladat. Egy biciklis 10 méter sugarú negyed kört két szekundum alatt tesz meg. A biciklis átlagsebesség vektorának modulusza az, amit keresünk. Hát mi az, ami fontos? Hogy a kerékpáros körmozgást végez. Már is beugrik a rajz, ugye így néz ki. Negyet kört ír le. Hajmalmosak lennénk sebességet számolni egyszerűen csak a sebesség nagyságát, hogy mennyi utat tesz meg egységnyi idő alatt a test, de nem ezt kéri a feladat, hanem az átlagsebesség vektorról beszél. Hát ehhez egy csomó mindent kell tudjunk elméletből. Hát az átlagsebesség vektor, az elmozdulás vektor és az időtartam aránya, az elmozdulás vektort is kell tudjuk, hogy az a végső és kezdeti helyvektorok közötti különbség, vagy ugye a távolság a kezdeti és a végpont között, és még tudnunk kell, hogy mi az a helyzetvektor, vagy helyvektor, hát ez pedig egy vektor, ami a test pillanatnyi helyzetét jellemzi egy vonatkoztatási ponthoz képest. Vegyük a vonatkoztatási pontunkat a kör középpontjába, és akkor megrajzoljuk ugye azt a két vektort, R1, R2, a két helyzetvektor, két különböző pillanatban, kezdeti és végső pillanatban. A két vektor különbsége az a delta R vektor, ami látható a rajzon. Ugye? Hát ennek a nagysága világos, hogy mekkora lesz. Ez nem más, ez a távolság, mint egy derékszögű és egyenlő háromszögnek, ugye a szádfogója könnyen kiszámolhatjuk. Ha már tudjuk a nagyságát ennek a vektornak, akkor a középsebesség vektor könnyen kiszámolható, mint az elmozdulás vektor és az időtartam aránya, vagy hányadosa. És a nagyságára megkapjuk az 5 x 4, 1, 2 méter per szekundumot. És már is tudjuk a helyes választ. Mi az, amire még érdemes odafigyelni, ha megkérdezni valaki, hogy merre mutat ez a középsebesség vektor. Hát milyen irányú irányítása ez a vektor? Ennek az irányítása iránya megegyezik az elmozdulás vektor irányával és irányításával. Igaz? És egyáltalán nem a pillanatnyi sebességével, amit ugyancsak a rajzon, ha mutatnál a kamera a rajzot, akkor meg lehetne nézni, a rajzon a pillanatnyi sebességeket kékkel jelöltük, de az az, az a középsebesség vektor, amit a feladat kér, az a delta R vektorral lesz párhuzamos. Hát akkor jöjjön egy következő feladat, ez is inkább egy kérdés. Egy anyagi pont esetén a mozgási energia változásának tétele a következő matematikai összefüggéssel írható fel a tankönyv jelöléseinek a segítségével. És van négy változatunk. Hát ez tulajdonképpen elmélet. Ami szerint egy anyagi pont mozgási energiájának a változása egyenlő a ráható összes erő mechanikai munkájával, és azonnal lett tudjuk a teljes, helyes választ. Á. Azért nagyon sokszor a problémánk az, tehát főleg a diákok problémája az, hogy nehéz ez a matematikai formalizmus. Hát nézzünk egy egyszerű példafeladatot. Legyen egy megyen le egy kilogramm tömegű test, három méter magasról szabadon engedjük, mennyit változik a mozgási energiája földet érésig. Hát ki hat rá? Csak a gravitációs erő. És a gravitációs erő hatására a mozgási energia változás, mivel egyenlő? az erő által végzett mechanikai munkával. Ezt fel is írhatjuk, hogy mozgási energia változás, amit delta ec írunk, egyenlő L és egyenlő kicsi M kicsi G. H behelyettesítünk mindent mértékegységgel együtt, és megkapjuk az eredményt, hogy az 30 newton szor méter, az 30 joule, meg is oldottuk ezt az egyszerű feladatot. Tovább lépünk. Egy 0,3 kg tömegű testre F eredő erő hat. A test sebessége kezdetben nulla volt, de 6 méter út megtétele után 6 méter per lett. Az erő keressük. Hogyan oldjuk meg a feladatot? Hát az előző mintájára. A mozgási energia változás tételét felhasználva kiszámoljuk, mekkora munkát végez az erő. Ugye? Erő és elmozdulás skalárszorzata a mechanikai munka. És ez a mechanikai munka egyenlő a test mozgási energiájának a változásával. Mindig odafigyelünk, hogy amikor mozgási energia változást, vagy bármilyen fizikai mennyiség változását számoljuk, mindig a végső értékből vonjuk ki a kezdeti értéket. Hát itt is a mozgási energia a végső értéke, tömegsebesség négyzet per kettő, kezdeti értéke, feladat szerint nulla volt. És a hat méteren, ugye ható erő által végzett mechanikai munka, erőször elmozdulás, és ebből kiszámoljuk szépen, hogy melyik is a helyes válaszunk. És a helyes válaszunk a tized Newton lesz, megkeressük C, már is karikázhatjuk az eredményt. Amit még mondani szeretnék nektek, megkérlek szépen, ne találgassátok azt, hogy melyik lesz a helyes válasz. Mindig végig kell gondolni, hozzákötni az elmélethez, és szépen meggondoltam válaszolni. Egy újabb feladatocska. A mellékelt ábrán egy testsebességét ábrázoltuk az idő függvényében, a testreható eredő Erő által 30 másodperc alatt végzett mechanikai munkát keressük. Hát először is jól szemügyre vesszük az ábrát, ez mindig nagyon fontos, hogy a feladatot komolyan elolvassuk, megértsük. Ha ismerjük és helyesen alkalmazzuk ugye, a mozgási energia változásának tételét, akkor ez egy könnyű feladat. Az előzőknek a mintájára, ugye? a testreható eredő erő munkája két részből áll, lévén, hogy két részből áll ugye a mozgásunk is, és ez a munka egyenlő a mozgási energia változással a teljes időtartamra vonatkozóan. És gyönyörűen kijön az eredményünk, méghozzá az, hogy a helyes válasz az A, nulla munkát végzett a testen az erő. Hát igen, csak ezek a grafikus feladatok nagyon sokszor, hát bizony, kicsit szőrösek. Nem mindenkinek olyan egyszerűek. Megtörténhet, hogy elolvassuk, és semmilyen ötletünk nem támad. Tehát annyira, hogy nem is tudjuk, hogy honnan kezdhetjük. Hát mi a tanácsom ebben az esetben? Ö, én ezt úgy nevezném, hogy hangja megoldás. Miért? Mert ne, ne hagyjuk magunkat soha. Addig dolgozunk egy feladaton, amíg megoldjuk valahogyan. És pedig megnézzük jól azt a grafikont, és minden egyes adatot kiírunk. Tehát az első szakaszában a mozgásnak az első szakasz 10 másodpercet tartott, a sebesség nulláról 20 méter per szekundumra nőtt. Utána a második szakasz. 10-től a 30 másodpercig, ami összesen 20 másodperc időtartam. Ez alatt a sebességünk lecsökkent, ugye a 20 méter per szekundumról nullára. Jó, kérjük szépen az adatokat, elnevezzük őket. Tehát legyen delta T1, 10 szekundum. A V sebességünk a 20 méter per szekundum. A második szakasz időtartamát jelöljük delta T2-vel, 20 szekundum, és a feladatokat, akkor már kezdhetjük is. Igen, de lehet, hogy ennyi minden után még mindig nincs használható ötletünk. Mit csináljunk akkor? Hát, neki kezdünk számolni, mint a hangyácska, és végig leszünk, mi az, amit ebből a grafikomból ki lehet olvasni valamilyen módon, tehát minden fizika tudásunkat elővesszük. Hát van sebességváltozásunk, akkor már is számolunk egy gyorsulást. Az első szakaszban a sebesség nulláról 20-ra változott, a sebességváltozás tehát végső sebesség mínusz kezdeti sebesség, és ezt mivel kell elosztanom? Az időtartammal, ami alatt ez a változás történt. Tehát az első gyorsulásom 20 mínusz nulla osztva 10 Ebből két méter per szekundum négyzetet kapok. A második gyorsulásom, azaz a második szakaszban a gyorsulás egyenlő. A második szakasz végsebessége, ami nulla. A második szakasz kezdősebessége, ami a 20 méter per szekundum volt, és az időtartamunk 20 másodperc, és kapunk egy negatív értéket. Ellenőrizzük ezt az, ezt az eredményt, hogy vajon ez jó, így, ugye? Ránézünk megint a grafikonra, mi történt? Hát világos, hogy ha az első szakaszban a test sebessége egyre nőtt, akkor ott gyorsult, a gyorsulás pozitív. A második szakaszban a sebesség egyre csökkent, ott a, seb a testünk lassult, a gyorsulás tehát negatív. Úgyhogy már két gyorsulásunk van. Mi az, amit még tudunk számolgatni? Például átlagsebességet erre a két szakaszra. Azt, hogy számolom? Mivel lineárisan nő, ugye, a sebesség lineárisan változik az első szakaszban is, és a második szakaszban is, csak éppen nem egy formán. számolhatunk számtani középarányossal, ugye, és az első szakaszban az átlagsebesség, a kezdeti érték plusz a végső érték per kettő, 10 méter per szekundumot kapunk. második szakaszban az átlagsebesség 20 méter per szekundum, Plusz 0 méter per 2, per ami szintén 10. Vajon biztosan jó? A gyorsulásaink, ugye, első szakaszon pozitív, második szakaszon negatív. Az átlagsebességeink meg pozitívak mind a két szakaszon. Nehogy megijedjünk ettől az eredménytől. Megnézzük azt a grafikont, és ellenőrizzük. Helyes. Az lehet, hogy a sebességünk csökken a második szakaszban. De csak mi történik ezzel a csökkenéssel? már volt egy 20 méter per szekundomos sebessége, és ő továbbra is megy, megy. Csak közben valaki ott húzza hátulról, és nem engedi olyan gyorsan menni. Ezért egyre lassabban fog menni, amíg meg nem áll. De mindvégig a kezdő helyzetétől ez a test mindvégig távolodik egy percig sem jut visszafele, csak éppen csökkent a sebességet. Tehát ezért nagyon fontos megtanulni értelmezni ezeket a grafikonokat, tehát csak a sebesség csökken, de a távolság ugye az egész 30 másodperc alatt a távolság a kiindulási ponttól az végig csak nőtt. Meddig? Addig, amíg a test meg nem állt a 30. másodpercben. Hát igen, egy kicsit sokat beszéltünk erről a feladatról, de Azért teszik nekem, mert a teljes mechanikát különösen a kinematika részt át lehet ismételni vele. Ugye, mert megtett utat számolunk most már a középsebességet felhasználva, mint középsebesség szorozva időtartam, meg is van 100, illetve 200 méter a két szakaszon a megtett út. De megtett utat másképpen is számolhatunk, ugye? Az egyenes vonal egyenletes mozgás úttörvényéből, mint ugye az a régi-régi képletünk, 9. osztály elleréről, hogy kezdősebesség szorozva delta t, meg gyorsulás delta t négyzet per kettő, behelyettesítünk, hát a csodák csodája, mind a két uh, szakaszra ugyanazt a megtett utat kapjuk, mint az előbb, az lenne a baj, ha nem ez jön neki. harmadik módszerünk a megtett út kiszámolására, grafikus módszer, ugye? Mondhatnám azt, hogy integrál, de hát most grafikus módszer. Ami azt jelenti, hogy a görbe alatti terület két-három szögünk van, igaz? Az első szakaszban és a második szakaszban is egy-egy derékszögű három Hát könnyen számolunk területet. Egy-kettet -egy szer alap szorozva magasság és ugyanazokat az eredményeket kapjuk, mint az előbb. Na, mire volt jó, hogy mindezeket kiszámoljuk? Hát Végül is ránézünk a feladatra, ami mindig ott van a legtetején, ugye a kivetített anyagnak. Ne felejtsük el, mi volt a feladat. A testsebességek kezdetben nulla volt, d megtétele után. Vélet, mekkora az erő értéke? Hát megyünk tovább, ott valami erőt kér. Gondolkodunk? Na, hát erő, dinamika alaptörvénye. Jó, lássuk, mekkora erő hat. Az első, mekkora erő a testre a második szakaszban. Hát fel is írjuk a dinamika alaptörvényét, gond, hogy nem tudunk semmit, ugye? De bocsánat, a test megét tudtam, mert itt én hibáztam. <laughs> És ki is lehetett volna számolni, most nézem a feladatot. És ugyanúgy a két szakaszban végzett munka. Tehát akkor visszalépek, ki lehet számolni, de már is azt mondtam, hogy nem lehet kiszámolni, és milyen jó feladat, de ki lehet számolni, mert megvan adva a tömegünk. És az összes mechanikai munka egy csomó számolás után ö, mivel lesz egyenlő nullával. Igen, nekem jobban tetszett volna ez a feladat, ha még a tömeget sem ismerjük. És amennyiben a tömeget nem ismertük volna, akkor ez a hangya szorgalom így hozta volna meg a helyes eredményünket, tehát én nem helyettesítettem be a tömeget, mert elfelejtettem, hogy ismertük. Mindig más feladatot akar az ember megoldani, mint amit elétesznek. Erre ti is vigyázzatok. Olvassátok el figyelmesen a feladatokat, mert nagyon-nagyon fontos az odafigyelés. És akkor egy másik feladat azt mondja, hogy egy a rugó, mindkét végére ellentétes irányítású, azonos 20 N nagyságú erő 6. A rugó megnyúlása 10 cm, keressük a rugalmassági állandót. Na hát elolvassuk a feladatot, már is készítjük a rajzot, mert rajz nélkül alig lehet feladatot oldani mechanikából. Készítjük a rajzot, a rugó, mind a két oldalán egy-egy erő, és akkor van egy gondunk, öm, azaz, nem vagyunk nagyon figyelmesek, vagy nem gondolkodunk el eleget. Hát vajon most ki az az erő, aki alakváltoztató erő, és akivel éppen egyenlő, de ellentétes irányítású a rugalmas erőnk. Vajon ki? Ugye, mert erre is, arra is húzza a rugót valaki. Hm. Végülis a rugóra nulla eredő erő hat. Attól még megjelenik vajon benne az a rugalmas alakváltozás? Hát persze. Gondoljuk csak azt, hogy mi van, hogyha falhoz rögzítettük a rugó másik végét. Hát nagyon jó, ki tudjuk húzni a rugót. Mi van, ha nem rögzítjük, vagy nem fogjuk meg a másik véget? Ki tudjuk még húzni a rugót? Hát akkor húzom, és gyorsulva mozog az egész. Tehát erre figyeljünk oda. A rajzon nem tüttettem ugyan földre a rugalmas erő, ami a rugóban megjelenik, ugye mind a rugó mind a két végén, merre fele hat? Befele, de kire? A kezünkre, az egyik, illetve a másik kezünkre, amikor húzzuk két fele. Mekkora lesz tehát az erő, amit ebben a nagyon egyszerű feladatban használnom kell? Tiszta és világos. F 20 Newton. Ez az egész rugóban, az egész megnyújtott rugóban ugyanannyi. Tehát következtetésünk, és ezt ne felejtsük elő, hogy az ideális rugóban megjelenő rugalmas erőt úgy kell tekintenünk, mint az ideális szálban fellépő feszítő erőt. Hát azért ne felejtsük el a feladatunkat, ha bár e, nem egy nehéz feladat, sajnos már nem tettem föl a legfelső sorba, de az adataink ezek voltak, 20 newton, 10 cm ebből kiszámoljuk a... Rugalmassági, a rugó állandóját. Egy következő feladatunk azt kérdezi, hogy gyorsulva a gyorsulva mozgó nyújthatatlan szálban megjelenő feszítőerő csak abban az esetben azonos a szál mentén bárhol, ha, és ad egy csomó alternatívát, hogy mikor. Hát igazából, amikor a szálunk tömege elhanyagolható, akkor igen, akkor ezt azonnal mondhatjuk, és itt betettem egy rajzot egy fizikakönyvből, ugye egyetlen szálban mindig egyetlen feszítő erő hat. De azért tegyünk egy ellenpéldát, mi van, hogyha egy beder vizet kell kiemeljünk a kútból, állandó sebességgel, de a vedder az egy m-tömegű és elhosszúságú lánc végén ló. Ugye? Tehát a láncnak is súlya van, tömege van, ugye? Tehát már nem elhanyagolható tömegű szál. Hát egy rajzot készítettem. Bizony ebben az esetben a szál minden egyes pontjában más feszítőerő lesz. Ügyesebbek oldják meg és gondolkodjanak rajta. Persze lehet variálni ezt a feladatot, hogy ha ezt az emtömegű veder vizet ugye kiemelem ezzel a lánccal, másképp is gondolkodhatok, mert úgy is elképzelhetem ezt az egészet, mint kicsi ö, tömegekből álló rendszert, és akkor nem mindegy, hogy hol vágom el, mindenütt más-más értéket kapok. Hát ez is megvan, állandó sebességgel való emelésnél kapunk egy eredményt. De van egy második esetünk is, amikor nem állandó sebességgel emeljük, vagy mondhatom, akkor, amikor nem nulla az eredő erő. Gyakorlatilag én ezt a feladatot szerettem volna megoldani még ezen az órán veletek, és ezért vezettem föl az eddigiekben ezt a feszítő erőt, összehasonlítani kellene ugye az ember által végzett munkát és a test helyzeti energiának a helyzeti energiájának a változását és hát ezt itt a rajzon láthatjátok, hogy hogyan válaszoltuk meg nagyon egyszerűen. Sajnos a többire már nem marad időm, és akkor csak annyit mondok, hogy amennyiben a bemutatott feladatokkal kapcsolatban kérdésetek van, akkor írhattok erre a címre. És a másik dolog, hogy az érettséginkért feladatok mindig megoldhatók, és sohasem adjátok föl. Kitartás és szorgalom szükséges, és akkor már is megjön a siker. Viszontlátásra!